A vasárnapi megmérettetés résztvevőit rövid műsorral köszöntötték, majd csoportokat alkottak, és a tantermekben kiosztották a teszteket, pontban délután 2 órakor pedig elkezdődött a versenyfeladatok megoldása. Összesen 61-en szereztek jogot a körzeti magyar nyelvi és nyelvhelyességi versenyen való részvételre. A versenyzőknek, az 5-eseknek, 6-osoknak, 7-eseknek és 8-osoknak másfél óra állt rendelkezésükre a versenyteszt megoldására. A legjobbak tovább jutnak az ugyanebben az iskolában május 27-én megtartandó köztársasági szintű versenyre. Nyelvhelyességi, nyelvtani és szövegértési feladatokat kellett megoldaniuk a versenyzőknek. Mindannyian készültek a vetélkedőre. Korábbi évek versenytesztjeit oldottuk meg, és azok alapján készültünk fel a versenyre. Azért jelentkeztem magyarra, mert nekem ez nagyon megnyit, nagyon szeretem ezt a tantárgyat, és a köfégi igen könnyű volt, és úgy gondoltam, hogy tovább megyek. A magyart azt mindig is szerettem, magát a nyelvet is, meg hát mindig is jó voltam benne, szóval úgy gondoltam, hogy lesz verseny, és akkor hát majd megpróbálom, hogy sikerül. A magyar nyelvű diákok beszédkészsége és nyelvtani tudása lesújtó, ezt a házigazda iskola magyar tanára mondta. Általában hanyatlást tapasztalható, keveset olvasnak a gyerekek, és ez minden probléma forrása, azt gondolom. A Széchenyi István általános iskolában nagy hangsúlyt fektetnek az anyanyelv ápolására. A mi iskolánkban már évtizedek óta szervezzük meg a magyar nyelv és nyelvhelyességi versenyt. A köztársasági verseny, amely május 27-én lesz megtartva iskolánkban, az a 23. év. Ugyanennyi ideje házigazdája az iskola a körzeti versenynek is.